Köszöntöm Önöket, a szerkesztő Somodi Solymos Eszter nevében is. Végmárton újságíró a vendégünk, üdvözlünk megint itt. Sziasztok! Hazafi Zsolt, az Egyenes Beszéd főszerkesztője van itt velünk. Szép jó napot! És Vince Bence, a Spirit FM hírszerkesztője. Üdv, neked is szép újra! Szép napot, sziasztok! Kezdjük talán azzal, hogy volt egy kormányinfó, aminek szerintem az egyik legmeghatározóbb pillanata az volt, nem tudom, ti láttátok-e vagy követtétek-e élőben, amikor a legvégén Gulyás Gergely nagy hangsúllyal elkezdte sorolni, hogy és a találkozónak az volt az utolsó pontja, hogy lemondott Varga Judit, és elkezdte sorolni az összes többi miniszter nevét, majd utána mosolyogva hozzátette, hogy hát ugye a kuratóriumi tagságukról mondtak le, az egyetemi kuratóriumi tagságukról ezek a miniszter, és arra szólít fel minden államtitkert és a többi fajsúlyos politikához köthető embert, hogy mondjanak le ők is. Egy ilyen gegnek tűnt ez így hirtelen szerintem, és nyilvánvalóan ezt meglovagolta a komplett magyar sajtó, tehát szerintem mindenhol ezt látom címlapon, hogy lemondtak a miniszterek. Ez egy várható evidens döntés volt szerintetek, vagy igazából behódolás Brüsszelnek? Hogyan értékelitek? Hát, igen, Marci. Igen, ezt még emészteni kell ezt a dolgot. Hát nehéz szűrés volt minden esetet. Tehát azt lehetett tudni, hogy alapvetően ez az egyik fő bibi ezekkel a kuratóriumokkal. És hát nyilván nem a hazai tűntakozások, ehhez kevesek voltak. Tehát ez Brüsszel kellett, ez sokat elárult. Tehát, hogy itt Magyarországon mit kimelt az ellenzék, vagy akárki tüntetni, azért nem mond le. Ellenben, hogyha Brüsszel, nem tudom, 68. kérésre, meg Erasmus, meg sanyargatás. Igen, ez nem is kérés, hanem hogy nem adunk pénzt, hát, nem úgy. Hát ez már gyakorlatilag nem kérés, tehát itt már Erasmus pénzek, tehát itt már zsebre menő ügyek voltak. Na jó, akkor lemondunk. Tehát ez már az ilyen végső igazából fegyverletételnek érzem ezt, hogy tehát nem önként, hanem hát úgy látszik nem volt más kiút. Tehát én nem úgy ismerem a kormányt, mint akik úgy csak úgy, tehát hogy úgy nagyon belátják, hogy igazatok van, ez túlzás volt, akkor lemondunk, tehát itt valószínűleg nem volt más megoldás. A Navracsics úr hetente járt ki Brüsszelbe, tárgyalt, és valószínűleg egyszerűen ezzel jött haza, hogy itt le kell mondani, különben az Erasmus meg hasonló pénzeknek vége van. Tehát a legutóbbi ilyen mérése a Mediánnak, hogy különféle korosztályokban hogy áll a különféle pártoknak a támogatottsága, az egyértelműen mutatta, hogy a fiatalok között nagyon rosszul áll a Fidesz. Tehát a Fidesznek a korfája, a támogatói korfája, az majdnem annyira időskorúakból áll, mint az MSZP, és az MSZP az hagyományosan egy inkább nyugdíjasok között volt népszerű párt. És ez az Erasmus program, aki egyetemre járt, ismeri az egyetemi életet, az tudja, hogy óriási jelentőségű a fiatalok számára, mert egy nagy lehetőséget jelent, hogy nagyon olcsón bejárják a világot, és közben tanuljanak, és ebben nem csak az a lényeg ebben az Erasmus programban, hogy adnak pénzt arra, hogy elmenjél mondjuk Koppenhágába tanulni, a Koppenhágai Egyetem az kimagasló színvonul Európába, hanem van egy együttműködés az egyetemek között is, hogy nem csak kapsz szállásra pénzt, hanem egy mondjuk egy szemesztert vagy két szemesztert be tudsz csatlakozni egy ilyen oktatási projektbe, és ez nagyon-nagyon fontos, és szerintem a Fidesz vezérkara az rájött arra, hogyha folyamatosan olyan dolgokat csinál, amiben egy generációban teszi magát ellenszenvessé, vagy egy generációnak vannak olyan élményei, amelyek miatt elidegenedik tőlük az a generáció, akkor az számukra veszélyt jelenthet. Tehát ez egy nagyon fontos dolog a fiatal korosztálynak a megszólítása. Számomra amúgy azt nem értem, mert most végighallgattam a miniszter úrnak a beszédét, hogy ő szerinte amúgy ez a mostani módszer is normális volt, csak hát valamilyen szinten engedtek a zsarolásnak, mert elég tett ilyen kritikus megjegyzéseket a Brüsszelnek, hogy úgymond Brüsszelről, hogy hát nem mondták meg, hogy mit akarnak, meg egyszer megegyeztek, utána visszacsinálták. De én a mai napig nem értem, hogy hogy lehet az, hogy van egy miniszter, aki számomra a politikai munkák közül az majdnem a top. Te sose érted. Egész nap dolgozik. Tudom, mi lesz a vége. Egész nap hogy dolgozik. Tud ennyi feladatot ellátni egyszer? Igen, igen, azóta még, tehát például Lázár János építésügyi miniszter, mellette országgyűlési képviselő, mellette a teniszszövetség elnöke, ahol ugye
milliárdokat kellett ellenőrizni, ott valaki, az ő regnálása előtt valaki ott eltüntetett pénzt, mellette a Gödöli Agrártudományi Egyetemnek valami kurátora. Akkor ugyanígy... Tehát, hogy nem polisztor, hanem hogy egyszerűen nem értem, hogy tehát ez szerintem nonsens, hogy valaki ennyi munkát el tudjon végezni, és már csak ebből a szempontból is én ezt rossz ötletnek tartottam, hogy egy miniszter, az egy miniszter határidő nélkül egy ilyen nagy egyetemnek, a kurátorumának a tagja, ad abszurdum meghatározott tagja. Tehát, hogy azért szerintem ez nem egy ördögtől való dolog, hogy ebből ki kell tolatniuk. Ami nagyon érdekes, hogy folyamatosan azt mondják, hogy a Brüsszellel meg volt egyezve, de a Brüsszel nem azt mondta, hogy mit kell csinálni, hanem elmondta, hogy eleveket mondott el, hogy a politika, a központi hatalom ne legyen összecsúszva az oktatással. Tehát ők nem azt mondják, hogy mit kell csinálni, hanem azt, hogy azt csinálsz, amit akarsz. Mert ha az van, hogy az Európai Bizottság, vagy bármelyik szerv azt mondja, hogy ezt és ezt kell csinálni, akkor azt mondják, hát diktátum. Ők azt mondják, hogy van egy elv, hogy a politika az ne telepedjen rá az oktatásra, hanem az oktatás egy szakma tudjon lenni, és ezért van egy ilyen lehetőség arra, hogy a politikai élet szereplői így tudnak ezzel rugózni, hogy hát nem mondta meg Brüsszel, hogy ez jó vagy rossz. Amit mi mondtunk először, amilyen elvekről szólt, az arra igent mondott, de erre meg nem. Tehát, hogy ez egy érdekes történet. Én annak örülök, hogy a egyetemek újra be tudnak kapcsolódni a nemzetközi vérkeringésbe. Bence? Bence képviseli most az egyetemistákat, magam is, mint egyetemista. Én azt gondolom, hogy nagyon sok diáktársam fellélegzett ma délelőtt, hogy ennek a hírnek a hallatán akkor talán visszaáll majd a rendes Erasmus. Ugye kaptunk ígéretet arra, hogy az Erasmus program ugyanúgy tovább megy, ha nincs ugye Brüsszellel megállapodás, akkor majd a magyar költségvetés ezt finanszírozza. De ugye nem a finanszírozás csak a problémája ennek, így van, hanem az, hogy az együttműködés. Pontosan, is. De ugye maga a diákok szempontjából úgymond a sérülékenyebb dolog úgymond maga az, hogy mehessek, pontosan. Tehát, hogy ugye legyen az, aki nekem kifizeti azt az ösztöndíjat, ugye itt pár száz euróról beszélünk havonta, tehát ilyen 5-600 eurós ösztöndíjakról beszélünk, amit kap egy-egy egyetemista. Tehát céloztál meg ilyet valaha egyébként, vagy tervezted? Nem, de pont most terveztem. Tényleg? És amikor nekem jött az első hír, hogy akkor most ez itt vége, pont, akkor magam is elgondolkoztam, hogy egy, miért nem mentem eddig, kettő, ha én most terveztem, akkor mi lesz velem? És hát ugye akkor most úgymond van arra esély, hogy tovább folyik majd ez a finanszírozás, és hát nyilván, mivel itt ugye az Erasmusnak nagyon-nagyon sok ága van, tehát beszélünk itt ugye a tanároknak a cseréjéről, beszélünk itt a diákoknak a cseréjéről, beszélünk a külföldi szakmai gyakorlatról, beszélünk egy fél évről vagy egy évről külföldi egyetemen, amiközben az itthoni képzését is végzi a hallgató, és a külföldi egyetemen is bekapcsolódik az oktatásba, illetve a tanulásba. Tehát nagyon sokrétű, és én azt gondolom, hogy ahogy ezt a miniszterelnök úr is elmondta egy Kossuth Rádiós pénteki interjúban, hogy nekünk kell ez a tudás, a magyar diákoknak kell ez a sokrétű tudás. Nyilván az is kellene, hogy ezek a magyar diákok utána hazajönnek, vagy nem, ez majd ugye kiderül, hogy kik hogy döntenek ezzel kapcsolatosan, de most úgy gondolom, hogy felcsillant a reménysugár ezután a kormányinfo és ezután a bejelentés után, hogy akkor innentől kezdve tudnak menni a dolgok tovább. 500 eurót említettél, azért az árfolyamtól függően az 200.000 forint, az majdnem egy pedagógus fizetés. Tehát, hogy azért így van. Azért az egy nagy lehetőség. Mindenképpen nagy lehetőség. Egy fiatal számára. Persze, tehát hogy ez egy nagyon nagy segítség, amikor a fiatalok el tudnak menni külföldre, és mondjuk egy 520 eurós havi ösztöndíjjal tudnak élni. Nyilván azt azért tegyük hozzá, hogy mondjuk egy nyugati fővárosba, tehát mondjuk elmennek Berlinbe, akár Amsterdamba is, bárhova, tehát egy nagyobb külföldi városba, akkor ott nem biztos, hogy ebből az 520 euróból ő mindent finanszíroz. Vagy biztos, hogy nem. Én továbbra sem értem, mondjuk nem kell nekem mindent érteni, csak hogy ez szerintetek elégséges-e, és hogyha igen, akkor miért elégséges Brüsszelnek, amikor, ha jól értettem, akkor az volt az eredeti problémájuk, hogy ne legyen politikától átitatott igazából ez az egész egyetemi világ, ezek a kuratóriumok, és hogy Schiffer Andrást idézem itt az egyik műsorunkban mondta, hogy miben lesz más, hogyha mondjuk Deák Dániel lesz a kuratóriumnak az elnöke. Tehát továbbra sem értem, és akkor itt a kérdésem, hogy akkor innentől így gyakorlatilag kipipáltunk valamit, kacsint rá Brüsszel, és akkor oké. Vagy tehát ez hol megoldás? Az a helyzet, hogy én kicsit úgy látom
demokráciának a működését, egy modern államnak a működését, hogy vannak a jogszabályok, az olyan, mint az emberi szervezetben a csontok és az inak, és van a kultúra, az, hogy hogy élünk, az meg a hús, az meg a bőr, meg az egész, ahogy működünk. Tehát az angol társadalom 300-400 éve gyakorolja a politikát, gyakorolja a demokráciát, nem voltak totalitárius rendszerek, ezért van egy kultúrája a történeteknek, és ezért a különféle ügyeknél nem lépnek át dolgokat. Tehát nem lehet mindent úgy jogba leírni, hogy minden milliméterre leírjuk azt, hogy mi hogy kell lenni, hanem lehet általános szabályokat megfogalmazni, a törvénynek van szellemisége, de ha mondjuk leír valamit az Európai Unióban, benne van, hogy a politika az lépjen háttérbe az oktatásban, mert ennek azért volt Európában negatív tapasztalatok, akkor ha ezt elkezdik valahol teljesíteni, akkor azért nagyon kilóg a lóláb, hogy egy miniszter az egyben egy egyetemnek a kvázi vezetője is. Tehát lehet azt csinálni, hogy mondjuk kedden kormányülés, és ha mondjuk szerdán a kuratóriumokban levő politikusok összegyűlnek, az is egy kormányülés, de akkor meg kuratóriumi vezetőségi ülés. Tehát, hogy ilyen szempontból szerintem ez tényleg elég nagy gerenda volt így látszatra. Nyilván nem lehet leszabályozni teljesen, nem lehet milliméterre meghatározni, na milyennek kell lenni, de úgy látom, mert nagyon akarsz mondani valamit. És mindjárt engedem is, Marcinak, csak közben Kátai Kristóf kollégám jelzi, hogy ha szeretnél válaszolni, és szeretnéd, hogy halljuk is, sőt, lássanak is majd utólag a YouTube-on, egy picit magadnak üljél jobbra, és beszélj bele a mikrofonba, ezt kéri Kristóf, és mindjárt figyeli, hogy most már eléggé jobbra ülsz-e, abszolút elégedett veled. Úgyhogy válaszolhat még Márton. Igen, hát egy kis intermezzo után. Csak erre rácsatlakozva akartam mondani. Igen, szerintem is az van, hogy jogszabályokat le lehet írni. Tehát Brüsszel valószínűleg dokumentumok alapján dolgozik, jogszabályokat néz meg, és az alapján vizsgálja. Tehát nem tud úgymond átlátni egész Magyarországnak a működését. Tehát, hogy itt említettétek, hogy jó, most akkor kicserélik egy másik hasonlóan fideszes kötődésű elnökre, és akkor ezzel most pipa. Tehát ilyen szintű mélységét, ezt itt csak mi magyarok látjuk szerintem át ennek. Szerinted nem látjuk, szerintem hát látják, nem kell, ez csak azért nem szóltak bele. Hát ebben nem tudom, hogy mennyire, valamennyire biztos látják, de mi meghallunk egy nevet, mi azonnal tudjuk, hogy jó, az hova van bekötve. Tehát itt Brüsszel valószínűleg dokumentumok, jogszabályok alapján dolgozik. Az a része, hogy most akkor lecserélik, akkor mondtál egy nevet, egy bármilyen fideszes kötődés, ezt mi magyarok érezzük, hogy ezzel igazából nem változik semmi. Tehát ez most egy embercserével, igen, ki van pipálva. Azért változik, azért én örülök, hogy a miniszterek, akiknél állam, mondom, a egyik csúcs, lesz több idejük foglalkozni a minisztériummal, és nem kell a Kaposvár Egyetem, örülünk, a Miskolci Egyetem, a Szegedi Egyetem ügyeivel foglalkozni, a teniszszövetség mellett. A kedves miniszter uraknak és hölgyeknek van idejük dolgozni. Igen. De kicsit ilyen jogi oktatás, tehát ott talán akkor úgymond a Fidesznek a nem tudom, kulisszai mögött is talán a fejükhöz kapnak, ott talán lehet, hogy naív vagyok, hogy kicsit túltoltuk a bicajt, akkor kicsit visszafogjuk magukat, de szerintem az Magyarországon kell élni, hogy itt lássuk, hogy itt minden összefügg mindenen. Most az a miniszter, ahogy mondod, a teniszszövetségben is ott ül, a kuratóriumban is ott ül, mindenhol ott ül. Most éppen akkor egyből átül valóban máshova. Tehát ez egy olyan, hát ilyen, annyi ezt a győri polipot szoktam mindig elő, ez olyan poliprendszer van Magyarországon szerintem, hogy egyszerűen mindenhol ott ülnek, most egyet kivettünk belőle. Tehát ehhez szerintem Magyarországon egy globál, nagyobb változások kellene. Most egy dolog jó, most ilyen külső nyomásra megváltozott. Ugye vannak ezek az életfizetési tanácsadók, hogy a nagy változás a sok kicsiből keletkezik. Nagy bölcsesség. No, hát fogjunk bele egy nagyobb témába, mert szerintem ez így egy komplex téma igazából. Az elmúlt egy hétben ugyanis mindenki évérték előtt tartott, amiről nyilván külön-külön is lehet beszélni, de összességében is érdekes. Az MSZP, az LMP, a Momentum, Márki-Zay Péter, és hát nyilván a DK is, az influencer Gyurcsány Ferenccel. Kíváncsi vagyok a véleményetekre. Nyilván foglalkoztunk vele mi is itt a Spirit FM-en, elemzőkkel beszélgettünk erről, és az volt nekem az egyik fő kérdésem, hogy ez most igazából így egymásnak üzengetés, vagy a leendő, vagy meglévő választók irányában egy pozícionálás, hogy akkor mi vagyunk az erősebbek,
Közben az egyik azt mondja, hogy kellene még összefogás, a másik, hogy teljesen elzárkozik tőle, a harmadik, hogy új út kell, közben ugye Márki-Zay Péter bejelentette, hogy most már biztos, hogy megalakul az ő új néppártja, amire nálunk pont az aktuálban egyébként a Jobbik reagált, hogy nem is értik, hogy ki ezt beszél Márki-Zay Péter. Szóval elindult egy ilyen, kicsit ilyen adok-kapok, és így szerintem azt látja a választópolgár, és mondom, érdekel a véleményetek, hogy megint egymást üti az ellenzék, ahelyett, hogyha mondjuk itt arról volt szó még egy évvel ezelőtt, hogy na majd közös erővel leváltjuk a jelenlegi kormányzatot, hogy összefognának, vagy lenne értelmezhető ügy, ami mellé odaállnak. Mit gondoltok? Hát én újságíróként azt tudom mondani, hogy nagyon feladják nekünk a leckét ez a sok ellenzéki párt, tehát hogy én ahogy ismerem a kollégákat, egyes sajtótermékek között, hogy így a hírértékük, hogy hogyan kezeljük ezeket az egyes kisebb pártokat, hogy most akkor az LMP-nek kongresszusa van, a Párbeszédnek kongresszusa van. Így ezekkel így nagyon nehéz összességében mit kezdeni, hogy ezt hogyan súlyozom, mert mégis parlamenti párt, akkor mégiscsak le kell róla közölni, de mégis ugye az, hogy érzed, hogy hát olyan kicsit olyan gyengécske, tehát olyan nincs bennem mögötte olyan nagy intellektuális tartalom, de azért mégis objektíven kell kezelni az ügyeket, tehát akkor mégiscsak valami kis hírként, vagy címes hír, valamiként azért kezelni kell. Tehát igazából így izzad vele a média, hogy ezekkel a pártokkal mondjuk összességében mit kell kezdeni. Tehát annyi van belőlük, tehát hogy most így hirtelen fel se tudod sorolni, tehát hogy most nem megbélyegezve senki, csak így a média részéről érzem ezt mostanában, mert tényleg már, hogy nagyon kínlódunk vele, hogy ez összességében hogyan kell kezelni. El se hallgatod, mert igazából nem mondanak semmi újat, de nekik is nagyon nehéz dolguk van, mert 12 éve már, vagy 13 éve ellenzékben vannak, és ilyen pozícióból politizálni azért nagyon nehéz. Főleg nagyon egy frusztráló ilyen lehet. Hogy? Nagyon frusztráló lehet, mint amikor lehet. Valakinek a kedvenc csapata mindig kikap. Kávé. A Gyurcsány Ferenc isnek a 12. nem tudom, ellenzéki évértékelője, neki is 12 éve kell mondani valami ugyanazt, és szerintem összevetnénk a 12 beszédet, hát azért van átfedés valószínűleg a tartalomban. Tehát a média szempontjából is nagyon erre akartam kívülni, nagyon nehéz, hogy hogyan tálalod, mert hogyha meg elhallgatod, vagy nem a helyén kezed, akkor úgy tűnik, mint hogyha nem is lenne ellenzék, de hogyha meg túl nagy területet adsz, akkor meg azt látod esetleg kattintásba, de hát nem is érdekes annyira senkit, hogy most akkor minek tetted ki egyáltalán. És mondja ezt egy újságíró, na és akkor gondoljunk bele egy 3,5 perces rádiós hírblogba, ahol bele kell szuszakolni mindenkit. Most panaszkodsz? Nem ezt mondom. Nem panaszkodom. Különben azért az nem semmi feladat 3,5 percet belerakni 4 ellenzéki pártnak olyan mondatát, hogy abból megértsd, hogy valójában miről volt szó. Szerintem az nem egy. És arról nem beszélve, hogyha mondjuk van belőle esetleg még egy hanganyag is. Te voltál amivel jól lehet. Nem. De tényleg, tehát amit említett Marci is, nem lesz nagyon könnyű dolgunk az elkövetkező időszakban sem ehhez kapcsolódóan, és hát ha meg a másik oldalt nézzük, akár mint magánember is, tehát azért az ember kapkodja a fejét rendesen, hogy most akkor ki, hova, mikor, és ahogy Anikó is említette, hogy most akkor itt lesz összefogás, vagy nem lesz összefogás, vagy az egyik őjük azt mondja, hogy ne is legyen, mert hogy ez már veszett fejszennyele, közben azért még egy-két ember csak megpedzegeti, hogy valamit kellene csinálni, tehát ha választópolgárok oldaláról is nézzük, akkor csoda, hogy szegények sem tudják, hogy mit kellene csinálni, mert uram, bocsánat, a másik oldalon sem tudják, hogy mi a helyzet. Ott állnak 6-an, 8-an egy oldalon, és nem tudnak mit kezdeni. Mondjuk az a helyzet, hogy ez van ehhez hasonló helyzet, vagy vannak analógiák a európai politika történetben. Például van Helmut Kohl, aki 16 évig, vagy élt Helmut Kohl, 16 évig volt elnök kancellár Németországban, Margaret Thatcher is nagyon-nagyon sokáig vezette Angliát, és ezek mögött az volt, hogy van olyan, hogy most nem a politikai tevékenységet akarom minősíteni, mert az mindenkinek a politikai elkötelezettségétől függ, hogy tetszik-e neki, amit mondjuk Orbán Viktor csinál, vagy nem tetszik. Ugyanúgy, hogy Németországban is volt, akinek tetszett, hogy mit csináltak mit csinált Helmut Kohl, vagy mit csinált Angliában a Thatcher, de azért ők korszakosan a maguk tekintetében nagyon jó politikusok voltak, kiemelkedtek a korosztályukból. És az a helyzet, hogy Magyarországon is Orbán Viktor az kiemelkedik a jelenlegi politikai garnitúrából, képesség szempontjából. Egyrészt van egy nagy gyakorlata is, meg szerintem hát láthatóan, hogy ő ezt élvezi,
minden energiáját ebbe fektette, és hát ilyen szempontból egy korszakos politikus. Most nem azt akarom értékelni, hogy most tetszik-e, hogy kormányoz, nem tetszik-e, azt el kell ismerni, hogy ő érti a politika csinyát, binyát, profi, jó képességű emberekkel vette magát körül, és van ilyen az európai politika történetben, hogy kimagaslik egy politikus. Thatcher, vagy amit említettem, Helmut Kohl. Mind a két országban vannak, akik nagyon kritikusak a Thatcher korszakkal, vagy kritikusak a Helmut Kohl korszakkal, de azt elismerik, hogy nagy ilyen szempontból formátumú politikusok voltak. És nagyon nehéz az ellenzék dolga, mert egy kiemelkedő képességű politikus az ellenfél, aki az elmúlt 12 évben rendre mindenfajta módon legyőzte őket. Ha összefogtak az ellenzék, ha nem tudom, két listán indultak, a három listán, és az nagyon frusztráló. Tehát, hogy én nekem van egy ilyen megengedő hozzáállásom az ellenzékhez, hogy nagyon nehéz lehet úgy politizálni, hogy az ellenfél az a maga műfajába az kiemelkedő. Hát azért úgy emelkedők ki, hogy az eléggé lejt felé kapálja. Tehát, hogy úgy lehet, hogy én is mindig nyernék, hogyha igazából én igen, csak olyan eszközeim hogy vannak, mondom, hogy van, én állítom össze a szabályokat, és mindig én nyerek. A Boston Politics, hogy Amerikában demokratikus körülmények között a bostoni polgármester ugyanezt meg tudta csinálni, hogy majd több mint másfél évtizedik azt hiszem egy olyan helyzetet tudott létrehozni, kihasználva a demokráciának a különféle lehetőségeit, kiskapuit, olyan intézkedéseket hozott, ami vélelmes, hogy most etikailag megfelel, nem megfelel, de belefért a rendszerbe. És ugyanígy Helmut Kohl kapcsán is voltak olyan dolgok, amik utólag kiderültek. Elnézést, látom, hogy ez a történelmi... Nagyon érdekes, megbeszélhetitek a szünetbe, jó? Mert innen folytatjuk egy rövid szünet után. Folytatjuk a beszélgetést Végmárton újságíróval, Hazafi Zsolttal, az Egyenes Beszéd főszerkesztőjével, és Vince Bencével, a Spirit FM hírszerkesztőjével. És ott hagytuk abba, hogy így általánosságban már beszéltünk egyébként ezekről az ellenzéki évértékelő beszédekről. De azért szeretném, hogyha nagyon röviden is egy picit boncolgatnánk ezeket, hiszen különfélek voltak. Talán kezdjük a DK-val, hiszen bárki bármit mond, ők a legfajsúlyosabb, leghangsúlyosabb ellenzéki párt. Ugye Gyurcsány Ferencet mindenki nagyon sajnálta, mert hogy influenzásan, de hősként ott állt és hosszú beszédet mondott. Aminek azért így körülbelül az volt a lényege, és utána egy ilyen 5 pontot posztolt is, hogyha jól emlékszem a Facebookra, hogy hát igazából az van, hogy ők az egyetlen alternatíva, ők már pedig, ha nem is mondta ezt így ki, de azért csak kimondta, hogy bekebeleznek mindenkit, és akkor ők lehetnek a potenciális ellenfelei. Egy potenciális működő árnyék kormánnyal, ugye, akik programot is dolgoznak ki, ők az egyetlenek, akik szerintük felvázolnak ügyeket, vagy víziót egyáltalán, hogy mit képzelnek el Magyarországon. Szóval, hogy aki nem Orbán szeretné választani, szavazzon rájuk. Hát én ezt nagyjából amúgy adom. Tehát, hogyha így választ, nem ezért, hogy kire szavazok meg hasonló, de ha innovációt kell néznem, meg belefettölt energiát, meg talán anyagi hátteret, ott a DK szerintem is kimagaslik. Ezt már kezdték írni, amikor az árnyék kormány fölállt, akkor próbálnak azért embereket igazolni, és hogyha most ugye a évértékelő beszédekből kéne egy gondolatokat visszaidézni, nekem is csak leginkább a Gyurcsány Ferenc jut eszembe mondat, hogy például mondsz azt, hogy akit csak meggyőzni akarja a rendszert, és nem legyőzni. Tehát ilyen vannak ilyen erősebb, jól megragadható, tehát még 3 nap múlva is emlékszem rá. Tehát sokkal jobban rendszerellenesebb, tehát hogy teljesen 180 fokkal ellene van, tehát hogy nem is máshol, tehát hanem tényleg teljesen úgy festi fel magát, mint a boxoló kék sarok, piros sarok, tehát hogy van itt Orbán, ott meg Gyurcsány, és akkor ez teljesen jól érthető. A többi párt meg így körülöttük így kering, mint a naprendszerben, vagy nem tudom, hogy mondják ezt, ilyen pályán, olyan pályán, egy kis MSZP bolygó, egy kis Momentum bolygó. Tehát ezekben a vonzás körzetekben próbálnak maguknak helyet találni, de egyértelműen a DK, aki úgy is mutatkozik, de hát most ugye lesznek választások 2024-ben, ott nagyjából el fog ez válni, szerintem, hogy ott önkormányzati választás, EP választás, szerintem azok erre próbálnak valamilyen pozíciókat felvenni, tehát ott el fog válni, tehát hogy ott minden úgy látszik, hogy külön listák lesznek,
ott lesz egy LMP lista, egy párbeszéd lista, egy MSZP lista, hogy ott kijön, hogy 1-2%, a DK meg nem tudom, 15, hát akkor ott elég egyértelművé válik, hogy mi a helyzet. Tehát valószínűleg erre most felállnak így a startvonalnál nagyjából, aztán ezt fogjuk hallgatni egy évig, és ott majd elválik. Elhozzuk a reményt igazából, ugye ez volt kírva a pulpitusra is. Talán ez az, amit úgy le lehet vonni az egészből, hogy tényleg, mintha erre appellálnának, hogy ők az egyetlen ütőképes alternatíva, akikre lehet számítani, és ők azok, akik el tudják hozni a reményt arra, hogy még mindig fölcsendül az a remény, hogy mondjuk egyszer egy Orbán kormányt leváltsanak. Azért, ha csak nem akarsz rögtön a DK-hoz hozzászólni, behoznám a Momentumot is, ahol ugye Donát Anna igazából idő előtt tért vissza, vagy hát ő ugye későbbre tervezte a babázás mellett a visszatérését, és úgy tűnt, hogy igény van arra, hogy legyen egy ilyen karaktere ennek a pártnak, annál is inkább, hogy a 21 Kutatóközpont ugye készített egy felmérést, amely ugye Momentumhoz köthető, nyilván kutatóintézet, amely szerint a legszimpatikusabb ellenzéki politikus maga Donát Anna. És ő például, azért neki is volt szerintem egy olyan mondata, hogy aki azt mondja, hogy itt változás lesz, vagy előrehozott választás, hazudik reggel, délben, este, vagy valahogy így csengett. Tehát ő is megpróbált egy ilyen elég erős karaktert hozni, egyes elemzők szerint egy alternatívát kínálni konkrétan Dobrev Klára ellen. Zsolt? Hát, ne csak bólogass. Hát, ugye az előbbi gondolatmenetemnél, hogy van egy sikeres Fidesz, ami nagyon jól össze van rakva. Helmut Kohl az abba bukott bele, hogy megunták 16 év után, tehát, hogy gyakorlatilag volt benne szufla, csak egyszer a németek úgy döntöttek, hogy unalmas, már 16 éve kormányoz, jól mennek a dolgok, stb. És jött a Gerhard Schröder. Tehát, hogy előfordulhat, hogy a Fidesznek az lesz a veszt, hogy egyszer csak megunják 16 év után. Azt mondják, hogy hát annyit volt az Orbán Viktor, jó, stb. Ennyi. Az ellenzék viszont nagyon frusztrált, amit beszélgettünk az előző blogban is, hogy hát gyakorlatilag folyamatosan kikapott, és nagyon nehéz lehet azt úgy lelkileg átélni, hogy 12 éve ellenzékben vagy, és igazából nem nagyon tudod alakítani a közéletet, maximum elmondhatod, és ha elmondod, nem történik semmi. A DK most kitalálta azt, hogy azt szeretné csinálni, amit a Fidesz csinált. Annak idején, hogy a sok elaprózódott jobboldali pártot összerakta Fidesz szövetségé, és beolvasztotta a KDNP-t, ugye formálisan nem, de gyakorlatban igen, a kisgazdákat, a Demokrata Fórumot, én akkor voltam fiatal, akkor kezdtem politizálni, ezt ismerem, hogy gyerekek voltatok. Akkor meg azért, jaj, ezt vártam már, hogy ma is legyen már az, kioktatást, ki a legidősebb. Ez történelemkönyv. Igen, és hogy te már azt is megélted, és azt is tudod, blablabla. Hogy szerintem ők ezt próbálják. Viszont a többi párt megpróbál valami önálló arculatot csinálni magának. Hát én nekem egy kicsit erőtlennek tűnik ez. Még én nagyon szurkolok, hogy legyen életképes, erős ellenzék, mert minden kormánynak jó van egy erős ellenzéke, mert annál nagyobb a versenyhelyzet. Hát most még ez a nagy választási vereség után, ami volt, még csak azt látom, hogy a robokat próbálják eltakarítani. Tehát, hogy nekem megmondom őszintén, hogy itt 8 szem közt vagyunk. Így. De jól összeadtad. Senki más nem hallja, hogy nekem az egyik se hagyott akkora mély nyomot. Tehát, hogy mint ahogy én a többieket nem is boncolgatnám, viszont amit azért még mindenképp behoznék, az Márki-Zay Péternek az évértékelő beszéde, ami szintén hosszúra sikerült, és amelynek, hát hogyha civil nézi, szerintem jelentős része egy ilyen kvázi magyarázkodásnak tűnik, hogy akkor miért is nem sikerült rajta kívülálló okokból, mert nyilván nem csak az ő hibája, valamennyire elismerte, de hogy igazából nem az ő hibája volt ez a bukta itt tavaly áprilisban. De hát amikor interjút készítettünk vele, ugye Hazafi Zsolt szerkesztett az Aktuált, amit csütörtökön reggel készítettünk, hát hogy őszinte legyek, nehéz volt követni az ő eszmefuttatásait. Tehát egyfelől, amikor arról kérdeztük, ugye, hogy az új pártjának akkor mi a célja, meg ki a célcsoport, meg egyáltalán néppárt, hát ott van a Jobbik is, ami hasonló a néppárt, hogy akkor mégis. Akkor ő azt mondta, hogy hát mindenki, aki Orbán Viktor ellen van, mondtam, hogy szuper, mert hogy a DK is ugyanígy pozícionálja magát, tehát akkor miben más,
akkor arra azért nem tudott egyenes választ adni, hanem akkor itt jött mindenfélével, hogy egyébként az LMP-s Ungár Pétert pedig nézzük meg, hogy kifizeti, amit szintén nem értettem, hogy mire céloz, és mikor kérdeztem, hogy kifizeti. Hát mert, hogy ugye hát a parlamentből kapja a pénzét, mondom, vagyis a Fidesz fizeti őt, meg mindenkit, aki minden ellenzéket, mert akkor előbb-utóbb, ha párt, ők, akkor előbb-utóbb őket is. Tehát ilyen teljes összevisszaságot éreztem körülötte, és ő mégis ragaszkodik ahhoz, hogy már pedig a magyar politikai palettára feltegyen még egy pártot. Ugye most jelen pillanatban nincs az Európai Néppártban, az egyszem ott maradt KDNP-s leszámítva, nincs magyar politikus, és ő azt mondja, hogy az új pártja, azt vizionálja, az új pártja, az a Mindenki Magyarországért Néppárt, az ebbe az Európai Néppártba akar beülni, ami a legnagyobb frakció. Akkor ezt tegyük helyre, segítsetek, mert nem vagyok annyira képben a nagy uniós európai politikában, hogy például egy Európai Néppárt egyébként mondjuk, hogyha éppen úgy alakul, hogy senki által nem támogatott, csak azért, mert úgy hívják, hogy néppártos, tehát hogy bekerülhet? Abszolút, hát kell kérni a felvételt, és ha úgy dönt a ennek az Európai Néppártnak. Tehát azzal az Európai Néppárt tenni nevetségessé magát, nem? Hogyha ez hát de most a KDNP az úgy van bent, hogy a KDNP önállóan, nem is tudom, hogy mikor indult utoljára. Tehát, hogy igazából nem lehet azt tudni, hogy a KDNP-nek mekkora a valós társadalmi támogatottsága. Hatalmas. A Fidesz, KDNP, amúgy úgy, hogy Fidesz, KDNP, Gazdaszövetség, Lungrodrom, vállalkozók pártja, és még ezen kívül szerintem még van még más szervezet is, ez adja azt a nagy konglomerációt, amit a Fidesz képvisel. Ők nagyon-nagyon sok képviselőhelyet szereztek az előző Európa Parlamenti képviselő választáson. Őket ugye kizárták, vagy kiléptek. Hát úgy volt, hogy kizárják, de inkább kiléptek. Ha bárki jelentkezhet, tehát amikor bekerült a Momentum, akkor ők a liberálisokhoz csatlakoztak. Amikor a Jobbik bekerült, akkor a Jobbik még radikálisabb volt, egy olyan ilyen jobboldali csoportosulásba került be, amely nem annyira jelentős volt. Tényleg az Európai Néppárt a legnagyobb, utána az Európai Szocialistáknak a frakciója, ott meg ott van a DK, meg ott van a MSZP. Tehát, hogy körülbelül így néz ez ki. Marci. Csak a Márki-Zajra visszatérve, én úgy gondolom, hogy ez, hogy megértsük a Márki-Zajnak az ambícióit, vagy az elképzeléseit, hogy tudom, egy kicsit néző szeret ilyen kuszán fogalmazni ez a kampányában is, ugye visszajött, hogy állandóan ugye ezekkel könnyű volt meglovagolni a kampányban, hogy amikor volt az ellenzéki pártokkal az egyezkedés, hogy majd hogy állítsák össze az országos listát, hogy neki ugye az volt a kérése, hogy ő is nevezhesse meg, nem tudom már, de hát, hogy az első három a listán az tőle legyen, meg a frakcióba is akart. Ragaszkodott az, hogy Róma képviselő. Igen, tehát, de ott azért nem tudott úgy egyelő partnerként odaülni ezekhez a tárgyalóasztalokhoz, mert neki nem volt úgymond pártja. Tehát ővel mindig ez volt a kifogás, úgymond az establishment, tehát a többi ellenzéki párt részéről, hogy jó van, hogy te megnyerted amúgy az ellenzéki miniszterelnök előválasztást, de nincsen mögötted párt. Tehát így alapvetően nem akartak neki még plusz pozíciókat adni a frakcióba, a parlamentbe, és ezt látta úgy, tehát szerintem evidens módon, hogy hát ha ő labdába akar rúgni, már pedig valószínűleg labdába akar rúgni a következő választásokon is, akkor neki is kell egy párt, hogy abból most mi fog kisülni. Tehát el tudom képzelni, hogy tehát azért mégiscsak megnyert egy előválasztást, tehát a Dobrev Klárát legyőzte, tehát valószínűleg van mögötte támogatottság, amit nem tudom mennyit tudott mára megőrizni belőle, de valószínűleg indokolt lehet, hogy úgy ő személyesen, tehát én nem beszéltem vele, tehát csak el tudom képzelni, hogy az ő szemszögéből ez úgy jön ki, hogy neki muszáj egy pártot csinálnia ahhoz, hogy itt neki is lapokat osszanak a következőben. Bence? Én csak egy icipicit hoznám be az MSZP-s vonalat. Tüttő Kata mondta azt, hogy ugye itt fölmerült az előbb az előválasztás pont a kapcsán jutott eszembe, hogy ő mondta azt, hogy szerinte kellene előválasztást csinálni, mert hogy ugye az nem egy olyan dolog, amitől félni kell, hanem azt inkább meg kellene nyerni. Én azt gondolom, hogy ez egy fontos kérdés lesz a következő időszakban, hogy most akkor lesz vagy nem lesz. Ha lesz, akkor kitartja, vagy kik tartják, összefognak, nem fognak, mi lesz a helyzet. És egy nagyon-nagyon frappáns mondat még itt szintén a végére Tüttő Katától, hogy ugye pontos
pontosan úgy fogalmazott, hogy ugye, ha minden igaz, akkor egy napon lesznek az EP, illetve az önkormányzati választások, és ő annyit mondott, hogy ez olyan, mint a sampon, kettő az egyben, amit ő már samponként sem szeretett, úgyhogy ő ezt egy nagyon fontos kihívásnak hívja a politikai téren, hogy, hogy ezt a két szálat úgymond összemosták, és egy napon fogják megtartani ezeket a választásokat. Hú, ezt nem értem, ezt a Tüttő Kattai mondást. Ugye az, hogy teljesen más logika alapján működik a önkormányzati választás, és más az Európa-parlamenti választás. Az Európa-parlamenti választás szabályait azt egységesen egy listás szavazás van, ott lehet külön indulni, és nem kell összefogni. Az önkormányzati választáson viszont van egy nagy monolitikus, nagy konglomerátum a Fidesz, és az ellen akkor van esélyed, ha összefogsz. Ezért szerintem a Fidesz rafkósan, zsivány módon összetolta ezt a kettőt, hogy rákényszerítse a pártokat, hogy bele, az ellenzéki pártokat, hogy belemenjenek ebbe a összefogunk, nem fogunk, azzal nem. Tehát, hogy az ellenzéki pártoknak a működésnek a fele az ezzel telik el, hogy ez üzen ennek, az üzen annak, megsértődik, nem sértődik. Mire összerakják a programot, addigra már ott a választás. No, nem bírom ki, hogy legalább egy mondatot ne beszéljünk a kedvenc krimi teleregényemről, a Völner Sadol ügyről, hiszen ugye a héten is jöttek ki újabb és újabb hangfelvételek. Most már tudhatjuk azt, hogy például az influenza elleni oltást is ugye sikerült fű alatt intézniük, hogy nehogy lemaradjanak róla. Ez volt az egyik hír, a másik pedig, amit talán sokan hallottak szintén, amikor Sadolu György a börtönből telefonál ki a feleségének, és aggódva kérdi, hogy ki tudja még fizetni egyébként, azt hiszem valami cukrászdában ül éppen az akkori croissant-ját, vagy azt mondja. Azért az viccesen kérdezi. Jó, oké, na jó, de hát szóval, hogy fokozódik, vagy folytatódik, vagy nem tudom, hogy mondjam, ez a botrány, ha egyáltalán lehet botránynak hívni, mert sokaknak a szeme nem rebben, sőt, én ismerek olyat is közelismerősi körből, akitől mikor kérdeztem, hogy na, hallottad a hangfelvő, most jött ki, hogy miről van szó. Tehát, hogy fogalma nincs egyébként, egyébként viszonylag tájékozott ismerősömnek arról, hogy miről beszélek. Szóval szerintetek meddig lehet görgetni ezt a kis teleregényt, azon túl, hogy engem felháborít és egyben szórakoztat, átmegy ez az embereknél, lesz-e bármi látható következménye, okozhat egy ilyen botrány egyébként bármi nemű népszerűségvesztést mondjuk a kormánypárt részéről? Engem az érdekel, azt nem tudom, azt tudjuk, hogy ezek a hangfelvételek, ezek honnan és hogyan érkeznek meg a... Tehát ez a volt a Blicknek a főszerkesztője. Tehát a Blicknél Landónak ilyen hangfelvételek. A Blicknél van, az RTL Klubnál is van, meg van, volt a Telexnek is. Valaki, igen. A Blicknek a főszerkesztője volt az ATV heti naplós Svábi András című műsorába, és ott, amikor rákérdezett erre az András, a Svábi András, akkor a kitörő választott, hogy még körülbelül se akart elmondani. Hát, mint ahogy nyilván a forrásunkat, hát, nem adjuk. De hát lehet találgatni, tehát olyan sok érintett fél nincsen ebben. Tehát van egy ügyészségi rész, meg van egy... Hát itt is hagyhozzak egy ilyen benfentes áthallást, a benfentes. Tehát itt nem tanulva alomások szivárognak, hanem konkrét hangfelvételek, amik valószínűleg a későbbi perben is bizonyítékok. De azok nincsenek mellékelve a védőknél? Nincs az, hogy bele tud hallgatni? Hogy tényleg úgy nem volt? Nem tudom, ezt majd megkérdezzük a Komloditól. Tehát itt ebben az ügyben nekem ez érdekes jelenleg. Hogy az az érdekes, Siffer András is van a Gábor szerint, az lehetne az igazán érdekes, ami nem szivárok ki. Tehát itt ugye volt megszüntetett akta, vagy amit találtak ugye a páncélszekrényben, a pikáns videó felvétel tőle elkezdve, hogy itt most akkor vannak hanganyagok, amiket itt a kedves érdeklődő vagy krimirajongó klikkelgetők meghallgathatnak, de melyek azok a részletek, amelyek sosem derülnek ki, hogy szerintük az izgalmasabb politikailag. Nekem van egy tippem, bocsánat, csak hogy ezt Rogán Antal dönti el, szerintem. Hogy éppen most melyik hangfelvétel jön ki, és mikor, és hol lesz. Van erre ideje? Összeesküvés elmélet. Ugye? Nyilván nem, a Rogán művek akkor én így mondom. Dönti el, mert korábban, amikor még először kijött, akkor a 444-nél jelentek meg az első cikkek, akkor is befújta a szél. Most meg írtam, a Blicknél jelennek meg hangfelvételek, ami egy kicsit bulvárosabb, tehát ez egy ilyen egyértelmű jelzés, hogy milyen irányba próbálják elterelni ezt, tehát csinálunk belőle egy ilyen bulvárügyet igazából. Például az összessége mégiscsak egy igazságügyi államtitkár, meg a végrehajtói kamara elnökéről van szó, jelentős pozíciók
és táskák vándoroltak jobbra-balra, és ebből csinálunk egy ilyen bulvár masszát, mint hogyha a barát... Hát mert úgy fogyasztható, nem? Vagy úgy talán átüti. Azért... De ez kb. Így, hogy a gyűzike alatt van egy sadlúj. Hát tehát mondja, ne, tehát azért az... én ezt a rogán műveket, én ezt nehezen tudom elképzelni, vagy hát nem akarok az összeiskésekbe belemenni, hogy ez miért jó a Fidesznek, hogy minden héten háromszor megjelenik, hogy egy volt fideszes országgyűlési képviselő, aki amúgy az igazságügyi miniszter helyettes... Mert a népszerűségi indexekben nem látszódik az, hogy vesztenének bármit, és egyesek szerint, de nyilván nem akarunk összeesküvés elméleteket szövegetni. Ezek így kvázi üzenetek azoknak, akiknek hasonló ügyeik lehetnek, de soha nem fog kiderülni, hogy látod, te is ilyen sorsra jutott. Én azt szeretném mondani, hogy szerintem az összeesküvés elméletek az egy külön pálya, ahogyan nem menjünk bele. Én nekem pálya. Az van, hogy én előbb is mondtam, hogy a nagy változások sok kicsiből lesz, ugye ezt mondtam, ezt a hatalmas nagy bölcsességet, ami régóta érlelődik benned, hiszen te vagy a legidősebb. Én megmondom őszintén, hogy én örülök annak, amikor ilyen dolgok, hogy működik a valójában egy ország, a hatalom, az kiderül, mert mindig egy tisztulást hoz. Én soha életemben nem gondoltam volna, hogy az ovális irodába Bill Clinton mivel foglalkozik. Nem gondoltam volna, hogy a győri polgármesternek olimpiai bajnokként Adrián egy olyan közönséges, visszataszító dolgokba vesz részt. Te naív vagy, Zsolt, nem lehet? De hogy azért ezek mindig azért így a realitást, hogy ők is emberek, így visszahúzza. Hát vagy nekem egy eres csatornákat ne is emlegessük. Az eres csatorna is, az nagyon megrázó történet volt, hogy én örülök annak, hogy azért ezek az ügyek mindig azért egy óriási felkiáltójel az éppen hatalomban levőknek, hogy azért, hogy valahol egyszer valami banálhét történhet. A Sadlul ügyből mindig az derül, hogy úgy beszélgetnek egymással, hogy olyan magabiztossággal, hogy soha nem bukunk le. Soha. Engem, ami nagyon-nagyon megrázott, az Országos Bírói Tanács vezetője és a Sadlul beszélgetett arról, hogy amúgy a Telex cikke mennyire pontos, és amilyen hangnemben az Országos Bírósági Tanács elnöke, nem tudom, professzor, amilyen káromkodva, közönségesen beszélt, az úgy megrázott, tehát nem az rázott meg, mert én dolgoztam gyárban is, és hát tudom, hogy beszélnek az emberek, tehát nem akarok prűd lenni, de hogy a bírói szervezet egyik legmagasabb szintjén úgy beszélnek, mint egy kocsis, az nagyon tanulságos volt, és szerintem ez az ügy azért annyiban okoz katarzist Magyarországon, vagy okoz tisztulást, hogy azért egy felkiáltójel, hogy lehet így járni, plusz azt a mitoszt, akik esetleg azt gondoltak volna, hogy akik ott fenn vannak, azok nagyon ilyen decens polgári emberek, akik mindent tökéletesen csinálják, azért azt a mitoszt azért szerintem rombolja. No. És elnézést, hogy elvettem a szót előled, bocsánat. Ígérem, hogy hagyom a Bencét is még szóhoz jutni az utolsó 3 percben, de muszáj talán a hét, ha nem talán, nem biztosan a hét legfontosabb hírével is foglalkoznunk, a földrengéssel, ugye Törökország és Szíriát érintő földrengéssel. Mindenki minden fórumon nyilvánvalóan foglalkozik vele, és szerintem vannak jelenetek, illetve fotók, amik egy életre beégnek a retinánkba. Nyilvánvalóan senkinek nem kell mondani. Figyelj, csak beszélek róla, hogy rá gondolok, és már ráz közben hideg. Az apuka fotójára gondolok, aki ugye fogja a romok alatt rekedt és meghalt 15 éves gyermekének a kezét. Től ugye Novák András kollégánk van kint, aki próbál folyamatosan tudósítani, meglehetősen jól csinálja, azt kell, hogy mondjam szerintem, úgyhogy vigyázzon magára, innen is üzenjük neki. És például ugye ő készítette azt az interjút Pavelce Lászlóval, aki gyakorlatilag sírva fakadt interjú közben, és számomra ez azért volt megrázó, mert ők azért láttak már ezt-azt. És hát még nincs vége a számoknak. Közben egy szinte soha nem látott összefogást látunk, és tudom, hogy nagyon civil és naív lesz most az én felvetésem is, hogy miközben dúl a háború egyébként, és kicsit sem csitult a szomszédban ez az állapot, azt látjuk, vagy azt látom a tudósításokból, hogy
olyan, mint hogy egy pillanatra félretett volna mindenki mindent, és ott vannak az oroszok, ott vannak az ukránok, ott vannak a magyarok, ott vannak a világ minden, Amerika, mindenki nem mutogat egymásra, nem kérdezi, hogy honnan jöttél, hanem mindenki egy emberként azon dolgozik, hogy ott minél több embert kimentsenek még a romok alól. Így van. Nem, nekem is pont ez jutott eszembe, hogy így, mint hogyha ilyenkor, amikor egy ekkora katasztrófa történik, tehát ugye ez lehet cunami, lehet földrengés, stb. Ilyenkor, mint hogyha az emberiség néha megmutatná a jobbik arcát, és ezt ilyenkor, tehát amikor összefogásról van szó, tehát hogy mennek a mentőcsapatok, tehát ezt ilyenkor nekem is pont lehet, hogy naív, meg hasonló, de hogy nekem is eljutott eszembe, hogy háború van, és ilyenkor viszont megmutatkozik ki, hogy mégiscsak minden... Nagyon fura. Ilyen, tehát másik szintéren lebombázzuk egymást, meg gazdasági szankciókkal sújtjuk keresztbe, kasul egymást. Valamikor meg van egy katasztrófa, és akkor mindenki oda megy, és vagy így a jobbik arcát megpróbálja mutatni. Ez azért milyen bíztató a jövőre nézve. Valahol ez lenne a normális, és ugye ilyenkor nagyon jó látni, hogy még van esély erre a normalitásra, és kapunk egy icipicit. Tehát most nagyon rossz poén lenne azt mondani, hogy a DK-sok is azt mondták, hogy elhozzák a reményt, és ezt a kettőt összevonni, de ebben az esetben tényleg azt látjuk, hogy van még úgy itt látom, egy kis hogy remény. Ez fájt egy kicsit. Ez fájt. De valahol tényleg azt látni. De jó, hogy készül videófelvétel is, hogy látható a reakció majd ebben. Ez fájt. Hát... szebb végszót szerettem volna, de akkor legyen ez összekötni. A végszó, jó? Van remény? Az a végszó van, vagy? Van remény. Nem, igen, ilyen az összefogás. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Ez volt már az Editor. Köszönöm a figyelmet a szerkesztő Somodi Solymos Eszter nevében is. Tartsanak velünk jövő héten is, viszont hallásra.